református középiskolák találkozójának záróestje, tájházak nyári nyitvatartása, nyári szünet előtti utolsó képviselőtestületi ülés, tiszavirágzás. Jó estét kívánok! Önök a nagypontsági híradót a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. július 21-én 18 óra 5 perckor. Négy mozgalmas nap van a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és az egész város mögött, hiszen Karcag adott otthont a 25. Kárpát-medencei Magyar Református Középiskolák 25. találkozójának. A találkozó zárása után Tóth Barna igazgatót egy kis összegzésre kértük. Előzetesen 42 iskolától kaptak regisztrációt, végül is 39-en tudtak eljönni, ami a legmagasabb létszámok között van az eddigi találkozó tekintetében is. Úgyhogy mi ennek nagyon örülünk, mondta Tóth Barna. Előzetesen 42 iskolától kaptunk regisztrációt, és végül is 39-en tudtak eljönni. Úgyhogy ez összességében is egy nagyon szép létszám. A legmagasabb létszámok között van a 25 találkozó tekintetében is, úgyhogy mi ennek nagyon örülünk, nagyon nagy szeretettel vártunk egyébként mindenkit. Külön örülök annak, hogy Erdélyből 7, Párciumból 2, Kárpátaljáról 2 és Felvidékről 1 határon túli iskola is el tudott jönni, úgyhogy őket külön szeretettel vártuk. A négy nap alatt nagyon szépen sikerült sok minden. Mind a mellett, hogy Karcagot és a Refit szerették volna megmutatni, a nagykunságot és a környéket is egy hortobágyi kirándulás keretében. Ez egy különleges, most így mondom, hogy kegyelmi ajándék, hogy mi rendezhettük ezt a 25. találkozót. Igazából már 2020-ban meg kellett volna, hogy történjen, de ugye az ismert okok miatt ez 2 évet csúszott. Viszont ez alatt talán egy kicsit kristályosodott is, vagy kikristályosodott jobban az, amit meg szerettünk volna mutatni. Én úgy gondolom, hogy nagyon szépen sikerült sok minden. És mind a mellett, hogy természetesen Karcagot szerettük volna megmutatni, magunkat szerettük volna megmutatni, a nagykunságot is, és a környéket is, ugye egy hortobágyi kirándulás keretében. Amellett igyekeztünk figyelmet fordítani arra, hogy a 25 találkozót is egységében mutassuk meg. Például ennek volt a jelképe, ez a találkozó történeti kiállítás, amit ugye a második napnak a délelőttjén tudtunk megnyitni. Fontos volt a jubileumi találkozó egysége is. Ennek volt a jelképe a találkozó történeti kiállítása. Ezeknek a találkozóknak sajátja az, hogy a találkozás örömteli pillanatai mellett komolyan is beszéljünk egymással, tehát itt pedagógiai, szakmai dolgok is előtérbe kerülnek. A határon túli iskolákkal kapcsolatban egyéb ilyen közéleti probléma megoldás felé történő gondolkodás is szokott lenni. Most ugye ez különösen fontos Kárpátalja irányában az első pillanatban, amikor meghallottuk, hogy mik történnek arra felé, nekünk rögtön eszünkbe jutott, hogy nekünk ott testvéreink vannak, sőt református testvéreink is vannak. Úgyhogy ez azért a nehezebb részek közé tartozott most is. A találkozó levetítésre került a régóta várt Abigail film is, amit a Főnix színpad diákjai és az iskola tanárai készítettek, és meglepetésként lézershow is volt. Ezek még izgalmasabbá tették a péntek estét. Az Abigailt azt nagyon régen szerettük volna mi magunk is megmutatni, vagy megnézni legalábbis a mozivásznon, a nagy mozivásznon. Hála Istennek ez sikerült. És úgy gondolom, hogy ennek a református közösségnek az Abigail történet az különösen is egy ilyen emblematikus története, úgyhogy én úgy gondolom, és a visszajelzésekből is ez derült ki, hogy közel érezték a szívükhöz mindazt, amit láttak. A lézershow-val pedig, hát ez ugye a városnak köszönhető egyébként, mert ha ők március 16-án nem rendezik meg ezt a bizonyos lézershow-t, akkor mi nekünk nem fog eszünkbe jutni. De hála Istennek megtörtént, és megkaptunk minden segítséget egyébként tőlük is, hogy nem csak a lézershow-val kapcsolatban, hanem minden mással kapcsolatban is. Én nagyon örülök, hogy sikerült így egységben bemutatni ott is a 25 találkozót. Vasárnap a találkozó zárásakor a templomi bevonulás után az emlékzászlót Karcag átadta Rimaszombat képviselőinek, hiszen a 26. találkozó náluk lesz. Mi ezt úgy szerettük volna, hogy mindig a következő rendezőhöz kerüljön. Most ez úgy néz ki, hogy Rimaszombat lesz a Felvidéken, és
ők vitték el, illetve ők kapták meg, és mi pedig abban bízunk, hogy Rimaszombaton fogunk találkozni ezzel a zászlóval. A résztvevők sok-sok élménnyel mentek haza, de a házigazdák számára is vannak olyan élmények, amelyeket a következő tanévben tudnak hasznosítani. A találkozó jelmondata is erre utalt, hogy ez egy olyan visszanemtérő lehetőség, amit csak szívvel és lélekkel érdemes csinálni. Ez egy olyan visszanemtérő lehetőség, amit csak szívvel és lélekkel érdemes csinálni. Ez egyébként pontosan a 2012-es lévai találkozónak volt a jelmondata. Mi is szerettük volna így tenni, ennek egy örök élménynek kell lenni, ha nem így gondolja az ember, nem is érdemes belevágni. Én úgy gondolom, hogy mi így készültünk erre a találkozóra, és mi ezzel a szeretettel vártunk mindenkit ide Karcagra. Tóth Barna úgy vélte, a karcagi nagykor református gimnázium mindent megtett a sikeres 25. találkozóért. A György István Nagykun Múzeumban dr. Nagy Molnár Miklós igazgatóval beszélgettünk arról, hogy a turista szezonban hogyan látogathatók a múzeum által fenntartott intézmények. Az intézményeik látogatottsága úgy alakul, hogy eddig minden évben, azaz a Györfi István Nagykun Múzeum 2 szombatig, tehát hétfő és vasárnap kivételével 10-től 17 óráig látogatható. Fazekasház az 10-től 16 óráig látogatható, ugyanígy 2-től szombatig. A Nagykunsági Tájház az 10-től 15 óráig látogatható, 2-től szombatig. És van egy jó hírem is, a Szélmalom június 15-én újra nyit, akkor újra lehet látogatni, ugyanúgy, ahogy eddig, tehát 10-től 16 óráig, 2-től szombatig. Természetesen az egyéb időszakokon belül, vagy kívül, tehát amikor nem vagyunk nyitva, akkor előre bejelentett csoportokat fogadunk. Az a kérésünk, hogy a csoport létszáma 10 fő legyen minimum. És még akkor szólnunk kell a kövesdarálóról. A kövesdaráló is nyitva van, de csak előzetes bejelentkezés alapján Klárika néni telefonszámán lehet bejelentkezni. Jelenleg a tavalyi árak az érvényesek. Felnőtt jegy 300 forint, a kedvezményes jegy, diákjegy, illetve nyugdíjas 70 éves korig 150 forint. Egyedül a kövesdarálóban nem kell fizetni belépődíjat. Belépődíjunk még nem emelkedett, de idén fogjuk emelni. Mindenféleképpen valószínű az év második felében, tehát ez van most folyamatban. Tehát a belépődíjaink a következőképpen alakulnak, felnőtt jegy, tehát teljes áru jegy 300 forint, a kedvezményes jegy, tehát diákjegy, illetve nyugdíjas jegy 70 éves korig 150 forint, a pedagógus igazolvánnyal nyugdíjas 70 éven felül, illetve arra olyan jog, amit a törvény előír mozgáskorlátozottaknak a kedvezménye, akkor ingyenesen lehet látogatni az intézményeinket, kiállító helyeinket, és hát van még egy díjtétel, hogyha valaki fényképet akar készíteni, akár telefonnal, mobiltelefonnal is, akkor az 2000 forint. A múzeumban augusztusig látogatható az az időszaki kiállítás, amely az illési nagykunkapitányok történetét mutatja be. Ez a kiállítás nem régen nyílt, és augusztus 1-ig látogatható. Ezt követően majd a nagykunsági kulturális napok előtt nyílni fog egy új időszaki kiállítás. Az intézményekben a szakszerű tárlatvezetés egységesen 2000 forint. A Fazekas házban működik a Fazekas műhely, ott is lehet fazekaskodni, ennek díja 300 forint per fő. A tábor azok már többen is bejelentkeztek, ők ugyanúgy megkapják a tárlatvezetést. A tárlatvezetés egyébként mindenütt egységesen 2000 forint, a szakszerű tárlatvezetés, és hát a Fazekas házban természetesen működik már egy éve a műhely, fazekas műhely. Ott is lehet agyagozó tanfolyamra benevezni, illetve részt lehet venni, fazekaskodni lehet, meg lehet próbálni. Ez 300 forint per főt jelent. Ha a táborozók múzeumpedagógiai foglalkozást kérnek, arra is van lehetőség egységáron.
Karcagváros önkormányzatának képviselő testülete megtartotta a nyári szünet előtti utolsó ülését. Többek között döntött topos pályázatokon való részvételről, tájékoztatókat, beszámolókat hallgattak meg és fogadtak el, például a karcagi hivatásos tűzoltó parancsnokság tevékenységéről, az önkormányzati alapítványok, közalapítványok tevékenységéről, a TRV ZRT vízi közműveket érintő tevékenységéről is. A nyári szünet előtti utolsó képviselőtestületi ülésen történtek az alábbiakban foglalhatók össze. A napirendek megtárgyalás előtt köszöntötték dr. Sütő Mihályné Klárika nénit, okleveles nyugdíjas tanítónőt, aki 60 éve szerezte oklevelét. Jubileuma alkalmából a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula pedagógus képzőkar gyémánt oklevelet adományozott. Köszöntötték Kabai Anna Máriát, a Kátai Gábor Kórház endoszkópos asszisztensét, aki Prónai díjban részesült. Köszöntötték Jenei József rendőr alezredes urat, aki a Karcagváros közbiztonságáért díjban részesült. Köszöntötték Labanc Attila rendőr főtörzs őrmester urat, aki a megyei ünnepi állománygyűlésen kiemelkedő munkájáért elismerésben részesült. Gratulálunk minden díjazottnak! Munkaterv szerint legközelebb szeptember 29-én ülésezik az önkormányzat képviselőtestülete. Idén is elkápráztatott mindenkit a Tisza virágzás. A Tisza teljes jászkunsági szakaszán láthattuk a Tisza virágzást. A Tisza virágzás a Tiszára és mellékfolyóira jellemző természeti csoda. A Maroson már egy héttel korábban is megfigyelhetőek voltak a rovarok. A kirészek tánca 10-14 nap alatt ér véget a folyón, délről észak felé haladva, és megyénkbeli szakaszokon is felfedezhetőek voltak az apró állatok. Minden évben június 10 és 20 között várható a Tisza virágzás, melyre többen hetekkel előtte elkezdenek készülődni, hogy megtalálják a legalkalmasabb helyet a természeti csoda megfigyelésére. Szolnokon estéről estére a Tisza városi szakaszának partján is összegyűlnek az érdeklődők, pedig a rajzás leginkább a beépítetlen területeken jellemző. A lárvák ugyanis 3 évig nevelkednek az agyagos talajban, majd onnan bukkannak a felszínre, hogy táncukkal elkápráztassák az érdeklődőket. A túrákat Tisza Inoka és Tisza Kürt térségében folyamatosan figyeli a vizet, a virágzás jelei után kutatva. A felszínen megjelent példányok száma megsokasodott, így vasárnapra már hivatalos túrát is hirdettek. Általában 7:30-kor egy-egy kóbor hím kezdett megjelenni, elhagyva a számukra kijelölt parti sávot. A virágzás a déli körön, a kanyar előtt indult Inoka felé. Már a nap is teljesen lebukott, amikor a parti sáv benépesült, és a nőstények kompenzációs repülés elérte a csúcsot, becslése szerint 3:48 körül. 10 000-et meghaladó példányt láthattak. A kirészek mindössze néhány órán át repülnek a víz felszíne felett. Az évek során energiát halmoznak fel magukban a vedléshez, a számunkra látható életszakasz egyetlen célja a szaporodás. A nőstény a lárvabőrből kibújik, a hímek körbeveszik, hogy meg tudják termékenyíteni. Ez adja a virágszíromra hasonlító formát is, melyről a jelenség a nevét kapta. A megtermékenyített petesejtek a vízre hullanak, majd beássák magukat a talajba. Bár az összes elmélet sorra megdőlni látszik az évek alatt. Idén különös ez a késői időpont, eddig nem volt jellemző. Máskor már a rajzás vége felé jártunk, amikor ebben az évben még csak a csúcsot mutatja. A fotósok számára ez egy különösen fájó pont, hiszen a szép színekhez kell a napfény. A lemenő sugarak ugyanis szép megvilágítást biztosítanak a sárgás-barna rovaroknak. A kirészek táncának szemlélése egy röpke pillanatnyi megállásra buzdít a rohanó világban. Talán ezért is kíváncsiak oly sokan az apró rovarokra. 2014 óta nem volt ekkora Tisza virágrajzás. Hétfőn a rajzás este 4:18 tájékán mintegy 100 000-es nagyságrendet ért el, ez a szám azonban még növekedett. Az idei rajzás nőstény túlsúlyos, ami 8 óra körül érte el az 1 millió körüli csúcsot. A repülés egészen 9 óráig, a teljes sötétedésig folytatódott. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!